Köszönöm. Köszönöm szépen. Sütemények tömkelegével telt meg a Hőgyészi Művelődési Házban felállított asztalsor, amelyek eladása egy helyi kisfiú gyógyulását segítik. A becsületkasszába bedobott összeggel a több mint egy éve leukémiával küzdő 10 éves Áront támogatták a helyiek és környékbeliek. A gyógykezelésekre járás felemésztette a család tartalékait, így a helyi civil szervezet ezzel a kezdeményezéssel szerette volna segíteni a szülőket, tudtuk meg az elnöktől. Egy helyi kisfiú, akit az egész falu ismer, és sokunk gyermekének csoportása volt az óvodában, érte folyik a gyűjtés. Egy leukémiás kisfiú, akinek a családja elég nehéz körülmények közé került anyagilag ez miatt, a betegség miatt, és ezzel szeretnénk mi a családot támogatni. Ahogy mondják a helyiek, ha ezzel segíteni tudnak a családnak, akkor azt szívesen teszik. Az előző évi gyereknapon már volt egy hasonló megmozdulás Áron gyógyulásáért, most is egy emberként állt a térség a megszervezett esemény mögé. Van egy vegyes pultunk, ahol lehet vásárolni házi lekvárokat, házi szörpöket, ki mit felajánlott a faluban és a közeli faluvalvakban is, mert nem csak hőgyésziek, hanem hőgyész környékiek is jöttek minket támogatni, illetve tombolánk is van, nagyon sok értékes nyereménnyel majd a végén. A település önkormányzata ez idáig 250 000 forinttal támogatta a leukémiás kisfiú családját, és ahogy Máté Szabolcs polgármester fogalmazott, a továbbiakban is minden segítséget megadnak nekik.